Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, május 27-e Hella napja van. 509 éve megszületett Zrínyi Miklós horvát, dalmát és szlavón bán a szigetvári hős. 122 éve Oscar Wilde-ot elítélték szodómia vádjával. 69 éve a mai napon megszületett Presser Gábor, Kossuth Díjas és Erkel Ferenc Díjas zenész, zeneszerző, zongorista, énekes. 36 éve pedig meghalt Pilinszky János, Kossuth Díjas, József Attila Díjas költő. És pedig lássuk a legfontosabb híreket, először csak röviden. Ezen a hétvégén ismét megnyílt a magyar-román-szerb hármas határ Kübekháza, Óbéba és Rábé között. Veszélyben lehet a G7 csúcs találkozó zárónyilatkozata. Elkezdődött Magyar-Kanizsán a védjegyes helyi termékek bemutató sorozata. Négy napos Orbán napi ünnepséget tartanak Palicson. Húsz éve minden május utolsó hétvégén megnyitják a magyarországi Kübekháza, szerbiai Rábé és romániai Óbéba közötti hármas határt. Ma és holnap 9 és 17 óra között érvényes úti okmányokkal átléphető a határ. A Duna-Kőrös-Maros-Tisza eurorégió megalakulásával vezették be a hagyományt. A DKMT elnöklője eddig Csongrád megye volt, most egy évre átadják az elnökséget Vajdaságnak. A határnyitás napján a három ország iskolásai futóversenyt tartottak a Senki földjén. Az idén a legeredményesebbek a romániai fiatalok voltak. Minden résztvevő érmet kapott. A Trianon szobornál megtartott ünnepségen a három ország régióinak vezetői az elmúlt évek eredményeiről számoltak be. Samo u ovoj posljednjoj godini je naš zajednički euroregion uspeo da obezbedi blizu 15 miliona evra za pre svega lokalne zajednice ovde sa sve tri strane naše zajedničke granice, ali i više od toga, 20 godina unazad i verujem mnogo decenija ispred nas, to je pre svega vreme za solidarnost, za zajedništvo, za međusobno uvažavanje, za uvažavanje različitosti, ali istovremeno i za zajedničku snagu i kroz projekte i kroz saradnju. A Duna-Kőrös-Maros-Tisza eurorégió az IPA eurorégiós pályázatán a magyar-szerb pályázattal nyert 15 millió eurót. Ebből kívánják finanszírozni a Szeged-Baja vasútvonal felújítását, költenek a Budapest-Belgrád állomvasútra, és a hármas határ megnyitásának előkészületeit is ebből finanszírozzák. Még a jövő évben meg fog nyílni egy hétvégére, az azt követő évben pedig úgy fog megnyílni, hogy folyamatosan nyitva fog lenni, és első időben reggel 7-től este 7 óráig itt mindenki útlevéllel át tud menni, ugyanis elindul az idejében az útfejlesztés a magyar oldalon, amikor az befejeződik, akkor pedig föl fog épülni itt a határátkelő. Ez egy régi álmunk, egy régi tervünk, és úgy tűnik, hogy hosszú várakozást követően nagy harcok eredményeképpen célközelben vagyunk. Szombaton és vasárnap 9 és 17 óra között érvényes útlevéllel bárki átmehet a szomszédos faluba. Vörös Attiláék Zentáról két kisgyermekkel indultak útnak. Kübekházára megyünk családdal kirándulni, mert évek óta tervezünk, de sose jött össze. Régen Rábén mindig csak dolgoztunk, mert itt méhészkedtünk éveken keresztül, amikor nem volt nyitva határ, amikor nyitva volt, akkor meg dolgozni kellett, most pedig megvan a lehetőség, hogy családdal kipróbáljuk ezt. Hagyományosan a határnyitás napján tartják a DKMT évi közgyűlését is. Ennek idén Kübekháza adott otthont. Az elmúlt egy évben Magyarország volt az elnöklője. A DKMT eurórégiónak most Szerbia veszi át ezt a tisztséget. Példaértékű a szociális védelmi rendszer fejlődése Szabadkán, jelentette ki ma Nenad Ivanisevics. A Caritas mint civil szervezet és a gerontológiai központ mint állami intézmény közötti szoros kapcsolat egy kiváló példája az együttműködésnek és az előrehaladásnak, szögezte le a szociális ügyi államtitkár a Galéria Hotelben megszervezett kiállításon, amelyen 60-nál is több állami és magánintézmény mutatkozott be Szerbia egész területéről.
utazásokat, kirándulásokat, divatbemutatókat, farsangi táncos zenés mulatságokat, születésnapokat és még sok más programot is szervez lakói számára a Villa Ancora. Orvosi felügyelet, 24 órás nővéri felügyelet, a napi 5-szöri étkezés, vannak programok, van wellness részlegünk, fodrásszalon, pedikűr, manikűr, fizioterapeuta, ez is nagyon fontos, munkaterapeuta, úgyhogy ilyen változatos, nagyon jó a konyhánk, ami nekünk egy fontos dolog, tehát hogy egy jó vajdasági konyhával ide vonzuk a bentlakókat, vannak külföldről is elég sokan. A Villa Ancora tagja a Szerbiai Magánszociális Védelmi Intézmények Egyesületének, rendszeresen szerveznek gyűléseket. A folyamatos fejlesztéseken, újítások bevezetésén, projekteken és a szakemberek továbbképzésén dolgoznak. U privatnim ustanovama vi dobijate apsolutno istu stvar, ne kažem da je skuplje, ne kažem da je jeftinije, nekad možete i da dobijete i bolju uslugu i većinom bolju jer su moderni objekti, novi su pristupi u saradnji sa srodnicima, sa korisnicima, malo je to sve modernije, ali ono što je najbolje da je mnogo brži smeštaj. Az illetékes miniszter és államtitkár körbenjárták és egyenként elbeszélgettek a kiállítókkal. Ha a szociális védelmi háló egy országban sikeresen működik, az azt jelenti, hogy a társadalom is sikeres, fogalmazott Alexander Vulin. A szociálpolitikai tárcavezető hozzátette, fontos, hogy az emberek ismerjék a jogaikat ezen a területen, és hogy bekapcsolják őket a védelmi rendszerbe. Politika ove vlade, politika vlade Aleksandra Vučića jeste da nema smanjivanja davanja u socijalnoj zaštiti. I ni jedno pravo u socijalnoj zaštiti nije umanjeno i neće biti umanjeno. Narednim zakonskim rješenjima mi očekujemo da će čak neka biti i proširena, ali ne u smislu da je to sad neko bezobalno davanje, već konkretne potrebe, zadovoljavanje konkretnih potreba naših ljudi, ali zahvaljujući tome što bolje radimo, imamo više novca, više štedimo, a samim tim možemo da damo u socijalnu zaštitu. Az illetékes minisztérium által életre hívott rendezvénysorozat számos városba eljut az országban. Célja összekötni a különböző intézményeket és megismertetni szolgáltatásaikkal az érdeklődőket. A szerbiai parlament rendkívüli ülése május 30-án kezdődik, jelentette be ma Maja Gojković házelnök. A képviselők az új kormány megválasztása miatt ülnek össze, előbb megtudjuk majd, ki a miniszterelnök jelölt, azután megválasztjuk az új kormányt, fogalmazott Gojković a Pink televízió vendégeként. Május 31-én veszi át a köztársasági elnöki funkciót Alexander Vučić, és a dolgok jelenlegi állása szerint a beiktatás június 24-én lesz, írja nem hivatalos információkra hivatkozva a Blitz. Az új kormányt és kormányfőt pedig a törvény szerint július 1-jéig kell kihirdetni, mondta az Alkotmánybíróság voltbírója Zorán Ivosevics. Május 31-től pedig az új kormányfő személynek nyilvánosságra hozásáig megbízott kormányfője lesz Szerbiának, méghozzá a mostani első miniszterelnök helyettes Ivica Dačić. Újabb munkaszüneti nap van a láthatáron Szerbiában. A szülők szabadnapot kaphatnak minden gyermekük születésnapján, egészen annak 15 éves koráig, amennyiben a törvényhozás megszavazza ezt. A törvénymódosítása a szakszervezetek kezdeményezték, amelyet a munkaadók 70%-a is támogatott. A kezdeményezés hamarosan a kormány elé kerül. A rendőrség evakuálta a londoni Old Vic színházat, valamint a környező pubokat és éttermeket, több mint 1000 embert, köztük színészeket is evakuáltak a színház épületéből. A teátrumban éppen a Vojceket játszották, mikor a rendőrség telefonon biztonsági riasztást kapott, hogy valamit találtak az épületben. A színházban tartózkodókat a közelben lévő birodalmi hadimúzeum kertjébe irányították, mintegy 90 percig tartó bombakeresés után lebontották a kordonokat. Gyalog sétáltak végig a helyiek és a turisták között a világ 7 iparilag legfejlettebb országainak vezetői a szicíliai Taormina utcáin. Csúcstalálkozójuk biztonsági és aktuális külpolitikai kérdések megvitatásával kezdődött. Közben a helyszínre érkeztek a G7 ellenes tüntetés résztvevői is. A csúcs záró nyilatkozatának tervezete a migrációra és a határvédelemre is kitér. Olaszország rendfenntartó erői egész májusban éberen őrködtek. Barack Obama volt amerikai elnök a hét elején Toszkánában nyaralt, majd Donald Trump az USA jelenlegi első emberének látogatása miatt zárták le egész Rómát.
A hétvégére pedig Szicíliára összpontosult a figyelem. Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország, Japán, Kanada és az Amerikai Egyesült Államok vezetői ültek tárgyalóasztalhoz. Rövid tengerparti séta, barangolás a kikötőben. A világ 7 legfejlettebb gazdaságának vezetője, az EU 2 tisztségviselője és több mint 10 000 rendfenntartó egy alig 11 000 lelket számláló városkában. Közös sajtófotó, majd kerekasztal. Tárgyalások és négyszemközti egyeztetések. Középpontban a világ sorsa és a föld legbefolyásosabb emberei. Angela Merkel német kancellár, Theresa May brit kormányfő, Emmanuel Macron francia elnök, Justin Trudeau kanadai miniszterelnök, Abe Shinzo japán miniszterelnök, Paolo Gentiloni olasz kormányfő, Jean-Claude Juncker és a két Donald, Trump és Tusk. A nézőpontok olykor eltérőek, de a cél közös. Harc a terror és a globális fenyegetettség ellen. I was impressed by, you know, determination and toughness of President Trump when it comes to counter-terrorism. I totally agreed with him when he said that the international community, G7, the United States, Europe, should be tough, even brutal, vis-à-vis terrorism and ISIS. President Trump was also very tough regarding North Korea, and in this very context he can count on us. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke is a könyörtelen válaszlépésre szólította fel a résztvevőket. Emlékeztette az újonnan megválasztott francia és amerikai államfőt, hogy mindenben számíthatnak tapasztalt kollégáik segítségére. We are the only stable elements in the international, on the international landscape. The only veterans. We are veterans, but we are not old. Szicília szigete jelképes helyszín, mivel híd a földközi tenger két partja között. Paolo Gentiloni olasz kormányfő ezért abban bízik, hogy a csúcs gyönyörű helyszíne ösztönzi majd a résztvevőket, hogy szebbé tegyék a világot. A migránsok jogainak elismerésével együtt az államok saját határaik ellenőrzéséhez való szuverén jogát is hangsúlyozza a G7 csoport taorminai csúcs találkozójának szombati zárónyilatkozata, amelyből kiderül, hogy a párizsi klímaegyezmény kérdésében megállapodás nélkül zárult a csúcs. A csúcs találkozó eredményes volt, igazi vita zajlott, mondta a sajtótájékoztatóján Paolo Gentiloni, olasz kormányfő. Elismerte, hogy a csúcson nem született megállapodás a párizsi klímaegyezményről. 6 egyetértettünk, az USA még nem foglalt állást. Angela Merkel német kancellár elégtelennek nevezte a klímaegyezményről folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök lemondta sajtótájékoztatóját, és Twitteren közölte, hogy a jövő héten dönt a párizsi klímaegyezményről. Újvidéken 3 napos program sorozattal mutatkozik be Pécs, a tartományi székváros testvértelepülése, ugyanis 2010-ben ennek a magyarországi városnak adományozták az Európa Kulturális Fővárosa címet. Újvidék 2021-ben viselheti ezt a rangot, így a tapasztalatcserére, a támogatásokra és a közös programokra nagy szükség van. Fotokiállítással és a Pécsi Zeneművészeti Akadémia mesterképzésén résztvevő művészek bemutatkozásával kezdődött a Pécsi Napok, amely a hazai Európa Kulturális Fővárosa programsorozat első állomása. Pécs 2010-ben nyerte el ezt a rangot, a mostani bemutatkozás a déli nyitás projekt része. A tartományi székváros sok tapasztalatot kaphat a testvértelepülés vezetőitől. Imamo naravno saznanja da je Pečuj itekako dobro prošao sa tom svojom kandidaturom i sa tim svojim predsedavanjem, što se odrazilo i na njihov kulturni život i na njihov ekonomski život, naravno na ekonomsku dobit i dan danas su poželjna destinacija turistička, što Novi Sad svakako postaje. A testvértelepülés kulturális életének bemutatásában sokat segít a Belgrádi Kollégium Hungarikum. A jövőben még több programmal szeretnénk erősíteni a két város közötti kapcsolatokat, mondta Dezső János igazgató. Tanuljon Pécstől például a multikulturalizmus és a művészet és a hagyományok szeretete terén, de mutassa meg a maga szabad, gyönyörű hangulatát Pécsnek is, és minél több újvidéki művész lépje fel Pécset. Úgy látom, elvetettük a magját ennek, és
várom, hogy kicsirázzon. A Pécsi Élet című fotókiállításon bemutatták, hogy 2010 óta miben fejlődött a város, és mi mindent nyert az Európa Kulturális Fővárosa címtől. Őri László Pécs alpolgármestere az ünnepi megnyitón elmondta, a mostani bemutatkozással a magyar kulturális értékeket szeretnék népszerűsíteni. Nemzetpolitikai küldetést is teljesítünk, hiszen ezen kiállítás vagy program alkalmával, ugye a Pécsi Kulturális Napok alkalmával biztosítjuk a magyar kultúrához való hozzáférés lehetőségét is itt Vajdaságban is. A hétvégi programsorozat egyik szervezője a Noviszát 2021 alapítvány. Arra törekednek, hogy 2021-ig minél több programmal népszerűsítsék Újvidéket. Ez a többi jelölt várossal együtt Temesvárral, Rijékával, Plovdivval és Madeirával köröltve teszik, mondta Vuk Radulović igazgató. Projekt je namenjen zapravo jednoipogodišnji kurs neformalnog obrazovanja za menadžera u kulturi. Faktički ćemo dovesti najuspešnije ljude i eksperte iz oblasti kulturnog menadžmenta, marketinga, pisanja evropskih projekata koji će raditi na edukaciji kulturnih menadžera za potrebe svih ovih pet evropskih predstavnica kulture. Pécs, mint 2010 Európa kulturális fővárosa az idén még Zágrábban és Ljubljanában is bemutatkozik, jövőre pedig visszavárják az újvidékieket. Vajdasági brand, vajdasági helytermék roadshow elnevezéssel Magyar Kanizsán megkezdődött a védjegyes helytermékek bemutató sorozata. A piactéren kézműves termékeket, italokat, tésztákat, cukrászkészítményeket, dísztárgyakat állítottak ki a helyi és a környékbeli gyártók. A vajdasági helyi termék bemutatón Magyar Kanizsán sajnos csak 15 kézműves, illetve termelő mutatta be termékeit, annak ellenére, hogy legalább 27-28-an bejelentkeztek a rendezvényre. Az ízesített kecskesajtok elnyerték a vásárlók tetszését. A Keviből érkezett Bálint Erika itt kóstolta meg először ezt a finomságot. Nem kóstoltam még kecskesajtot, és úgy gondoltam, most megkóstolom, de nagyon finom sajtok vannak. Nekem a zöldhagymás tetszett a legjobban. Kecskés Mónika teljes kiörlési tönkölybúzából készült lisztje és tésztái egyre nagyobb népszerűségnek örvendene. Már több éve van így, hogy megjelenünk különböző helyeken, rendezvényeken, és kíváncsiak az emberek, és megkóstolják, és egyre több van, aki vásárol is belőle, hogy kipróbálja odahaza. Amikor a Vatebet megindította a helyi termék mozgalmat, Magyar Kanizsa község az első között állt az ötlet mögé. Én úgy gondolom, hogy azt kell megmutatnunk, amivel mi itt helyi szinten rendelkezünk, és azokat az értékeket kell megmutatnunk, és megpróbálnunk értékesíteni, amit a mi helyi termelőink, a mi helyi vállalkozóink tudnak a piacra dobni. A szervezők el szeretnék érni, hogy Vajdaság területén mintegy 40-50 olyan bolt nyíljon, ahol ezek a termékek megvásárolhatók lesznek. Amennyiben ezt sikerül létrehozni, akkor jelentősen megváltozik a kézműveseknek, illetve a helyi termékkészítőknek a lehetősége. Ezen dolgozunk, azon dolgozunk, hogy a védjegy mentén egységes szervezetet tudjunk alakítani. Én azt gondolom, hogy mindenkinek ez az érdeke. A bemutatkozó sorozat júniusban a topolyai és zentai piacon, illetve Vásárban folytatódik. Nézzük, mi lesz a híradó második felében. Tegnap kezdődött a 6. Magyar Kanizsai Bornapok. 1500 gyerek vesz részt Óbecsén az énekes népi gyermekjáték és néptánc vetélkedőn. Csütörtökön kezdődött az Orbán napi borünnep, Palicson is vasárnapig tart. A program sorozatnak egyebek mellett borkóstoló, népzenei fesztivál, fényképkiállítás és kispályás labdarúgó torna is része. Ma a boroké és a borászoké volt a főszerep. Idén rekordszámú 109 bor közül került ki a Palicsi borút legjobb bora. A borlovagokból álló zsűri végül a Horgosi Bálint Józsefnek ítélte oda a legjobb borért járó díjat. A gazda szerint hosszú és kitartó munka eredménye a mostani elismerés. Ez cserszegi fűszeres, amely az abszolút győztes lett az idén. Mi teljességgel meg vagyunk elégedve vele, egy picikét bőtermő. Ezért leszoktuk szedni több mint felét a termésnek, még mielőtt bogyóba fordul, és így tudunk minőséget elérni, tehát így tudunk elérni egy olyan zamatot, olyan ízvilágot, meg alkohol, tehát inkább így mondom, hogy cukorszintet, és akkor ami átmegy ugyebár alkoholba, hogy ez egy megfelelő és egy abszolút győztes bor lehessen. Idén 54 pincészet nevezett be a megméretetésre.
A zsűri szerint ez jó bizonyítéka annak, hogy a környéken minőséges borok készülnek. Dana mesne zajednice, vrednost Svetoga Urbana, vrednost vinske tradicije ovoga kraja na najlepši način obeleži. A négy napos rendezvénysorozat sikere évek óta töretlen, mondják a szervezők. 9. alkalommal rendezi meg a helyi közösség Palics napját, mint Orbán nap, azóta hivatalosan is ez a településnek a napja, illetve az idén egy különleges évforduló, valóban ez az 555. év, hiszen 555 évvel ezelőtt lett először írásos emlék arról, amikor Mátyás király édesanyjának nevezi az akkori még páli pusztát. Az Orbán napi rendezvényen kirakodóvásár, gyermekprogramok és koncertek is várják a kilátogatókat. 8 borászat és 1 sörmanufaktúra részvételével kezdődött el pénteken délután a 6. Magyar Kanizsai Bornapok kétnapos rendezvénye. Az érdeklődőket ma is színes programokkal várták. A városháza előtti parkban felállított házikók előtt is a sátrak alatt is boros pohárral a kezükben beszélgettek az emberek. Láthatóan mindenki elégedett volt a választott borral. A szegedi Kádár Német Matilda a Szegedi Borfesztivál tapasztalataival a tarsójában látogatott Magyar Kanizsára, és nem csalódott a kínálatban. Én csak gratulálni tudok nekik, mert itt látom az embereket, hogy itt is van erre kereslet. Tehát én azt mondom, hogy ma a borkultúrát csak támogatni lehet. Tehát a borfogyasztást, a kultúrát, borfogyasztást minden. Mindenképpen támogassuk, keressük a fiatalokat. Hál' Istennek nálunk Szegeden már a fiatalok nagyon sokat ott vannak a fesztiválokon. A bácskosútfalvi tiszteletes borászat másodízben vesz részt a Magyar Kanizsai rendezvényen, de borait már megkedvelték a bornapok látogatói. A huszita az egyik fajtánk, a fő fajtánk, lehet mondani zászlósborunk, ami szürkebarát alap tulajdonképpen, és akkor különböző évjáratokban van a szürkebarátunk, és igazság szerint alapvetően kézműves borokról beszélünk, és akkor az van, hogy minden esztendőben mindig egy kicsit még játszunk, tehát keressük a magunk hangját. A szervezők tartották magukat az előző 5 rendezvény hagyományaihoz, de a zenei kínálatot gazdagabbá tették. Igyekeztünk az előző időszakkal összehasonlítva, illetve az előző eseményekkel összehasonlítva egy kicsit színesebb kísérő programokat biztosítani a borozni vágyó, kilátogató vendégeknek, illetve polgárainknak, és gyakorlatilag ketté választottuk a két napot a zenei kínálat tekintetében. Ennek megfelelően pénteken a könnyű zenekedvelői tölthettek el kellemes perceket beszélgetés és borozgatás közben, a szombati második nap pedig a népzene jegyében telik. A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének szervezésében tegnap kezdődött meg az általános iskolások kőketánc, énekes népi gyermekjáték és néptánc vetélkedője Óbecsén. A kétnapos szemlén 1500 gyerek lép fel a Petőfi Sándor magyar kultúrkörben. Sárközi táncokkal álltak pénteken színpadra a tordai alsósok. Ők először vettek részt a kőketáncon. Jó a zene, zenészek is mindig kedvesen együnnek. Meg mindenhová is szoktunk menni. Meg akik így tanítik a zenét, azok is nagyon jók, kedvesek. A felkészítők az egész magyar nyelvterület hagyományából válogattak a szemlére. A Péter Révei Gyöngyszem néptánc csoport szilágysági táncokat mutatott be. Ragács Zsanett már 8 éve táncol. Régi őseink is néptáncosok voltak, és hogy fontosnak tartom azt, hogy megtartsuk ezt a hagyományt. És élvezett táncolni. A fellépőket Magyarországról érkezett zsűri tagok értékelték. Lukács László szerint munkájuk nem hiába való. Megfogadják a tanácsokat, beépítik a jövőben a koreográfiáikban, a munkájukba az oktatók, és az látható, hogy itt a Vajdaságban nagyon nagy múltja jelenne van a néptáncnak, és ennek az egész néptánc népművészetnek, és úgy gondolom, hogy ezáltal nagy jövője is van. Az idei rendezvényen 62 csoport lépett fel Vajdaság több mint 30 településéről. Ez összesen 1500 gyereket jelent.
Szabó Gabriella főszervező szerint ma már a szórmányból is egyre többen tudnak színvonalas produkcióval a közönség elé állni. Nagyon sok jó kezdeményezés is van, nagyon sok szórmányban élő csoport, kis település megtalálta már a megfelelő szakembert, és elhívták, és dolgoznak velük a vezető táncegyüttesekből táncosok, úgyhogy nagyon jó úton haladnak. A rendezvényt 21. alkalommal szervezték meg. Az esemény házigazdája és társszervezője az Óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör volt. Uram, jó itt nekünk, ez volt a mottója a 20 éves délvidéki háló találkozónak. A jubileumi megemlékezést Zentán tartották, ahonnan egy korona a délvidéki keresztény ihletésű mozgalom is elindult. A valamikori délvidéki találkozókról készült videókkal és fényképekkel emlékeztek az egybegyűltek az elmúlt 20 évre. Vajdaságban mintegy 28 településen van jelen a háló, amelynek tagjai egy összetartó közösséget alkotnak. A gyerekek olyanokkal ismerkednek, akik hasonlóak, mint az ő családjaik, és így valóban igazi, őszinte barátságok fonódnak össze, és a családok megmutatkozott ez ugye az évek során, amikor valaki gondban van, bajban van, egymásra gondolunk, megpróbáljuk egymást támogatni, vagy imával erősíteni. A délvidéki háló az elmúlt 20 évben mintegy 168 rendezvényt tudhat maga mögött. Tehát itt gondolok a találkozókra, lelki gyakorlatokra, zarándokutakra, természetjárásra, képzésre, portyákra, és tábort is szerveztünk a délvidéki háló bogozói. A háló egyik legfontosabb célja, hogy a kárpát-medencei katolikus közösségek egymással szoros kapcsolatot alakítsanak ki. Tulajdonképpen az elmúlt egy-két évben nem járattam itt, de hát tulajdonképpen nagyon sok olyan régi baráttal találkoztattam, akikkel szinte mindegy ilyen nagy családba érezhetjük magunkat, és ezek a személyes kapcsolatok révén hát sokan kaptak hivatást, különböző területeket, a hálónak vannak munkacsoportjai. Például csak egy érdekességet említek, hogy például a Kárpátalján nagyon fontos volt, hogy segítsük az ottaniakat a munkahelyhez jutáshoz. A katolikus közösségek Kárpát-medencei hálózata magyar kezdeményezésű keresztény ihletésű mozgalom. Magyarországon jött létre 1990-ben, míg délvidéken 1997-ben indult útjára. A legeredményesebb fiatal nyelvművelők gyűltek össze Szabadkán. Az általános iskolásoknak összetett nyelvi feladatsorokat kellett megoldaniuk a magyar anyanyelvet verseny országos fordulóján. Mindenki felkészülten érkezett, mégis voltak olyanok, akiken kifogott az anyanyelvük. 24 szónál nem tudtam többet magyarul, azt is rosszul, mondta egykor a fiatal éveire visszaemlékezve Széchenyi István. A vajdasági fiataloknak ennél több kifejezést kellett észben tartaniuk, a legnagyobb magyarul elnevezett szabadkai iskolában megtartott anyanyelvi verseny országos fordulójában. Egy kicsit nehezebbek voltak a kérdések, mint ahogy gondoltam, de azért megoldottam őket. A tanárok gondosan javították a fiatalok tesztjeit, a diákok pedig feszülten várták az eredményeket. A gyerekek elmondták, hogy a legjobb eredményekre számítanak, annak ellenére, hogy ahogy megtudtuk, a feladatok kissé nehezebbek voltak, mint amilyenek az elmúlt években, de a tanárok is elmondták, hogy ezért mindent megtettek annak érdekében, hogy a legjobb tudások szerint készítsék fel a gyerkőcöket. A feladatsor évről évre módosul, hiszen a nyelv is folyamatosan változik. Mindenkor a beszédhelyzetnek megfelelően kommunikálunk. Ugye az élő nyelvünk az aszerint alakul, hogy a beszédpartner, akihez kommunikálunk, mit vár el tőlünk. A tanintézményt idén is rengeteg fiatal nyelvművelő lepte el. A mai versenyen azt tudok mondani, hogy 48 iskolából 101 tanuló megérkezett, 59 mentor és 59 mentor kísérőket. A szakemberek elmondták, a mai fiatalok is igyekeznek helyesen és választékosabban fogalmazni. Életének 64. évében szombaton elhunyt Litauszki János, Balázs Béla Díjas rendező, a magyar közmédia munkatársa, közölte a család az MTI-vel. 1980-tól dolgozott a Magyar Televízióban, először jogi végzettséggel, rendezőasszisztensként, majd 1982-től rendezői munkakörben. 1988-ban végzett a Színház és Filmművészeti Főiskola adás rendezői szakán. Litauszki János 2011-től a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap kiemelt rendezője.
Számos televíziós magazinműsort, élőadást és dokumentumfilmet készített, köztük az Ablak című közéleti riportműsort, a Cérna szálon, a Titkolt örökség, a Mi kis rádiónk és a Nővérek várólistán című alkotásokat. Ha lenne egy üvegház című filmjért 2005-ben a Magyar Filmszemlén a Duna Televízió különdíját, a Cérna szálon című dokumentumfilmjért 2006-ban a Magyar Filmszemle rendezői díját érdemelte ki. A Ferrarival versenyző Kimi Räikkönen nyerte a Forma 1-es monakói nagydíj szombati időmérő edzését, így ő rajtolhat az érről a vasárnapi futamon. A 37 éves finn versenyzőnek ez pályafutása 17. pole pozíciója, legutóbb 128 futammal ezelőtt a 2008-as francia nagydíjon indulhatott az első rajtkockáról. Räikkönen mögött csapattársa a világbajnoki pontversenyben vezető német Sebastian Vettel végzett másodikként, míg a harmadik helyről Valtteri Bottas a Mercedes finn pilótája rajtolhat. A háromszoros világbajnok brit Lewis Hamilton az időmérő második szakaszában búcsúzott, és csak a 14. helyről vághat majd neki a futamnak. A 78 körös monakói nagydíj vasárnap 14 órakor kezdődik. A híradó meg most végződik, a legfontosabb hírek önnek még egyszer röviden. Ezen a hétvégén ismét megnyílt a magyar-román-szerb hármas határ Kübekháza, Óbéba és Rábé között. Veszélyben lehet a G7 csúcs találkozó zárónyilatkozata. Elkezdődött Magyar Kanizsán a védjegyes helyi termékek bemutató sorozata. Négy napos Orbán napi ünnepséget tartanak Palicson. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ne feledjék, ha panonrtv.com-ra kattintanak, még több friss hírt olvashatnak. Most kezdődik a Kincses Ládánk című műsorunk, ezúttal Magyar Csernyére látogatunk. Maradjanak velünk továbbra is, viszontlátásra!